A Krenzlein Néptánc Egyesület apró tagjai adtak műsort Börzsönyben, a faluban ugyanis egy vadiúj játszóteret adtak át. A kisebbek és nagyobbak is örömmel fogadták a focipálya mögött létrehozott közösségi teret. Körhintáztam, megfelmásztam ezeken az izéken, amíg mászókán, ahol vannak a kislányok. A helyiek szerint nagy szükség volt már a faluban egy találkozási pontra. Anyukám börzsönyi származású, úgyhogy sokat járunk ide, úgyhogy örülünk neki, hogy van egy ilyen zárt tér, mert az út miatt elég veszélyes itt a gyerekeknek, de így akkor most már el tudjuk engedni őket. A játszótér egy hatalmas közösségi összefogás eredményeként jöhetett létre. És nem csak Börzsönyről beszélünk, hanem itt, akik kijöttek ide, vagy foci meccsre, és úgy jöttek ki családok. Mindenki összefogott, és mindenki egységesen kint volt. Ez már évek óta tervben volt, azért itt az előttünk lévő elnökök és egyesületi tagok, akik már régebb óta itt vannak, ezt előbb, de valamiért ez így mindig itt toltuk magunk előtt, vagy nem úgy jött ki a lépés, de most kaptunk egy olyan fajta segítséget, amivel így előre tudtunk nézni, és akkor meg tudtuk valósítani ezt az egész játszótér projektet. Tavaly igazándiból szerveztünk egy gyereknapot, aminek az volt a célja, hogy ez az egész egy játszótérért ment. Ott már kaptunk a városból nagyon sok helyről támogatást és segítséget, és akkor onnan indult el, hogy akkor el tudjunk indulni ezen az úton, és akkor ott a városi önkormányzat az, aki végül megadta azt a támogatást, azt az anyagi hozzájárulást, amiből ez az egész létre tudott jönni. A közösség az tényleg, hogy itt Börzsönyben, ha csak a közösséget nézzük, akkor itt nagyjából egy ilyen 30 kisgyerek van kint, akik egyszer így soha nem voltunk kint így a játszótéren, de amióta itt van, azóta itt esténként, délutánonként, ovi után, vagy nyilván majd itt a nyáron, azért itt mindig összetalálkozunk. Ez nekik is jó lesz hosszú távon azért, hogy nem voltunk mindenkivel olyan szoros kapcsolatban, de ezek után úgy gondolom, hogy ez is sikerülhet. A Bonyhád Börzsönyért Egyesület elnöke azt mondja, minden munkálatot a falubeliek végeztek. Az egész falu összefogott, itt voltak a fiatalok, itt voltak az idősebbek, akik éppen nagypapák vagy nagypapák lesznek, vagy apukák lesznek, vagy már apukák, anyukák, nagymamák, mindenki jött, és mindenki csinálta a dolgát. Tényleg annyira összefogott itt most a falu, hogy ezt így nem is tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb összefogás lehetséges. Megvásároltuk az eszközöket, és onnantól kezdve minden, ami dolgunk volt. Mi raktuk össze, mi betonoztuk le, mi jelöltük ki a helyét, mi csináltuk a kerítést, a homokot mi hordtuk be, tehát mindent. Összehozta a közösséget maga az építés dolog is, és ugye szeretnénk még itt ilyen sütögetőket, meg ezt, meg azt csinálni, hogy akkor nem kell elmenni sehova, hanem csak itt összejön a falu, és volt például az építkezésnek egy olyan hétvégéje, amikor délután majdnem estig csináltuk a játszóteret, és akkor azt mondták, hát miért nem sütünk estére egy szalonnát? És akkor aki itt volt, meg azon kívül még nagyon sokan, lettünk itt 50-60-an rögtön este. És akkor szalonnát sütöttünk. A játszótér 10 millió forintból valósult meg, amit Bonyhád város önkormányzata biztosított az Egyesület számára. Az idei évben Bonyhád város önkormányzatának képviselőtestületének ez volt az eddig legjobb döntése. Ugyan még csak fél év telt el 2023-as esztendőből, de mindenképpen így gondolom, hogy sikerült egy még a költségvetési rendeletben egy olyan jó döntést hozni, hogy a képviselőtestület 10 millió forinttal támogatta a itt megvalósult játszótérnek a megépültét, a létrejöttét, hiszen itt semmi nem volt, ugyanilyen főves terület volt a focipálya mögött, mint amin most állunk, és ahol megvalósult ez a játszótér. Lehet, hogy forintálisan ennyibe került ez a játszótér, vagy ennyit ér, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal többet jelent, és többet ér nem csak a börzsönyieknek, hanem mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez megvalósulhatott, hiszen a szó legszorosabb és legjobb értelmében olyan összefogással, olyan társadalmi munkával, olyan jó szervező készséggel oldották meg a semmiből ezt a játszóteret, amire mindenki nagyon büszke lehet, aki ennek részese volt. Én szívből gratulálok ehhez, mindazoknak, akik részt vettek benne, és természetesen akik az egészet szervezték. Ők a Börzsönyért Egyesület elnökasszonya, Csopot Gáspárné Marika, és az sok-sok segítője, akik részt vállaltak ebben. Nagyon büszke vagyok rájuk, bízom benne, hogy lesz folytatás, és tudunk még együtt olyan újabb ötletek megvalósításában közösen együtt gondolkodni és dolgozni, ami az itt élőket szolgálja.
Az egyesület egyébként nem először fogott össze az önkormányzattal, hiszen korábban már az erősen leromlott állapotú, életveszélyessé vált harangláb újjáépítését is támogatta a városvezetés.